Új gyártó részleget avattak Varga Mihály pénzügyminiszter részvételével. Világszínvonalú robot technológiával bővült a béres gyógyszergyár szolnaki gyártósora. A most átadott 6,7 milliárd forint összértékű beruházásban a cég 2050 négyzetméterrel növelte tiszta téri gyártóterületét. Új gyártósort telepítettek, termelő és laboratóriumi eszközöket vásároltak és bővítették raktárkapacitásukat. A koronavírus járvány alatt 32 éves történelmünk legnagyobb árbevételét és eredményét értük el. Nyilvánvaló, hogy a vírusok okozta megbetegedés elleni küzdelemben az oltás mellett, hangsúlyozom, nem helyette, vannak fontos eszközeink. Tudjuk, tapasztaltuk, milyen fontosak a fizikai eszközök, és milyen fontosak a kémiai eszközök, az antivirális gyógyszerek, az immunerősítők is. A beruházást a pénzügyminisztérium 3 milliárd forintos vissza térítendő támogatással segítette. Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, a kormány a járvány időszakában is legfontosabbnak a hazai vállalatok megerősítését, a munkahelyek megőrzését, a beruházások ösztönzését és a családok megvédését tartotta. Mostanra meghaladtuk azt a teljesítményt, mint amivel a válság előtt, tehát 2019 végén, 2020 Mondjuk januárjában bírtunk. Várakozásaink szerint a gazdasági növekedés idei mértéke is meghaladja majd a 7%-ot, és jövőre is jóval 5% felett lehet. A foglalkoztatottság szintje a rendszerváltozás óta nem állt olyan magas szinten, mint ma. Szolnok gazdasága is visszaállt a válság előtti szintre, mondta Szalai Ferenc polgármester a visszaesés alig 0,6 os a tervezett adóbevételeknek pedig beérkezett a 95 a Biztonságban vannak a cégek Magyarországon és Szolnokon is. Azt, amit megtermelnek, az az övéké, nyilván adózni kell utána, de visszaforgathatják sajátjuk, teljesen biztonságban használhatják a megtermelt értékeket. Ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, ez a jogbiztonság. Országos szinten elindult a Kreatív Régió program, folytatta a polgármester. Ennek lényege, hogy hat keleti ország részben található megyét, köztük Jásznagykun Szolnok megyét is, felzárkóztassák a nyugati ország részhez. Az elképzelés, a kormányzati elképzelés az az, és szerintem geniális az elképzelés, hogy a nyugat Magyarország felé billenő országot billentse vissza hogy Kelet-Magyarország ereje legyen olyan, mint Nyugat-Magyarország ereje. Ebben szólnak és környékén a vegyipar fejlesztésében látják a lehetőséget, mondta a polgármester. Míg az országban tíz év alatt egy millióval nőtt a foglalkoztatottak száma, hangsúlyozta a pénzügyminiszter, addig a béres legújabb beruházásának köszönhetően 69 el nőtt a munkavállalók száma, így ma már 402-en dolgoznak a szolnaki gyárban.